maximálisan 50 pontot kaphatnak rá, 30 pont jár a taktikai összeszerelésért, 10 pont a rendőrség egyenruházatért, és 10 pont a rendfokozott jelzések sorba tételéért. Egyenruhákból kellett kirakni bizonyos öltözeteket a rendészeti versenyen mérkőző diákoknak, de lövészettel, rendészeti rohampályával, rendészetelmélettel, büntetés-végrehajtási gyakorlati feladatokkal, szabadulószobával és fegyverbemutatóval is találkozhattak a rendészet és a közszolgálati ágazati képzésben tanuló középiskolás diákok. Iskolánk 2005 óta képez rendészeti ágazaton diákokat, gyerekeket, és 7 évvel ezelőtt úgy döntöttük, hogy a megyében összefogjuk a nagyon tehetséges gyerekeket, illetve azt a 10 középiskolát, már most technikumot, akik ebben az ágazatban képeznek, egy ilyen megyei versenyre meginvitáljuk őket. Tehetséggondozás, illetve a szakmai orientáltság szempontjából nagyon fontos, de azért titkon, természet és nem is titkon, egy szakmai megbeszélés részei is ennek a rendezvénynek, hiszen itt találkozhatnak a csapatvezetők, tehát azok a pedagógusok, rendőrök, akik ezen az ágazaton a saját középiskolájukban oktatnak, és itt tudnak eszmét cserélni, véleményt cserélni, tananyagról beszélni. A szervezők idén nagyot álmodtak, és a vármegyét elhagyva regionálissá terjesztették ki a versenyt. A megmérettetés célja a középiskolás diákok rendészeti pálya felé irányítása mellett a tehetségek kiválasztása, a csapatszellem és az összetartozás érzésének erősítése volt. Ma nem a legnépszerűbb a rendészeti pályáknak a vonzó ereje, de úgy hiszük, hogy ebben az elkövetkező időben elég jelentős változás lesz. A belügyminisztérium maga is nagy hangsúlyt fektet a megváltozott szakképzési rendszerben a duális képzésre, és a rendészeti szervek be fognak lépni duális képzőhelyekként, és ezek a középiskolák, technikumok a 13. évfolyamukban a tanulókat duális képzőhelyekre küldhetik, amelyben rengeteg rendőri hely is lesz. Nagyon sok olyan ismeretet elsajátíthatnak, ami esetleg a pályaválasztásukat a későbbiekben jelentősen befolyásolja. A megmérettetésre 14 iskola fogadta el a meghívást, így érkeztek diákok a versenyre Szerencsről, Csengerből, Derecskéből, Záhonyból, Baktalórendházáról, Berettyóújfaluból, Lőrinciből, Nyíregyházáról, Tiszalökről, Tiszavasváriból, Nyírbátorból, Mátészalkáról és Nagykálóból is. A több mint 150 éves múltra visszatekintő budai az a centrum számára egy befektetés. Befektetés a jövőbe, befektetés a családoknak, befektetés a munkaerőpiacnak, befektetés a társadalomnak. A mai nap arra ad tanúbizonyságot, hogy ennek a befektetésnek egy nagyon fontos terület a tehetséggondozás. Az itt lévő gyerekek, akik ma felsorakoztak és már éppen az egyik teremben írják az írásbeli tesztet, ők a jövő befektetései. A mai nap nem csak róluk szól, hanem a budai jövőjéről is, hiszen itt olyan szakemberek, rendvédelem, katasztrófavédelem, közigazgatás területén járt a szakemberek vannak itt, akikkel eszmecserét folytatunk, beszélgetünk a jövőről, a budai lehetőségeiről, akár a tehetséggondozás területén, akár az okleveles technikus képzés területén, vagy különböző duális partneri lehetőségek megteremtéséről. A versenyt végül a Lőrinciből érkezett március 15-i technikum, szakképzőiskola és kollégium csapata nyerte. A második helyen a csengeri Ady Endre technikum és kollégium csapata végzett, a harmadik helyet pedig a nyírbátori Bethlen Gábor technikum, szakképzőiskola és kollégium képviselői szerezték meg.